A Magyar Kultúra Napja kapcsán idén is megrendezték a Szép Magyar Beszéd szép kiejtési versenyt az 5-ös számú általános iskolában, ahol több iskola diákja is megmutatta tehetségét. Először mindenkinek egy szabadon választható szöveget kellett felolvasnia a zsűrinek, majd egy ismeretlen szöveggel kellett bizonyítaniuk. Mielőtt bementek a második fordulóra, a diákok kaptak pár perc felkészülési időt, ami alatt elolvashatták az ismeretlen szöveget. A zsűri szerint nagyon sok a tehetséges fiatal, rengeteg jó előadó van a diákok között, akik bátran kimernek állni mások elé, és szövegeikkel hatást tudnak gyakorolni rájuk. Az első helyezett a felsősök között az 5-ös iskola 7. évfolyamos tanulója, Füzér Boglárka lett, aki Gál Sándor Vallomás az anyanyelvről című írásával állt a zsűri elé. A győztes azt mondja, sokat készült a megmérettetésre, felkészítő tanára és szülei is segítségére voltak. Minden nap el kellett olvasni a szöveget, amit rosszul csináltam, vagy még nem tudtam, azt elmondta, megmutatta, ő is felolvasta szépen, és még az ismeretlen szövegre pedig úgy gyakoroltam, hogy ismeretlen szövegeket olvastam. Boglárka meglepődött, hogy nem csak az első helyet szerezte meg, hanem külön díjat is kapott. Úgy érzi, a színészi pálya felé szeretne tovább lépni. A felsősöknek egyébként egy a csillagokról szóló ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk a második fordulóban.